December eleje óta szinte csak átutazó vendégnek számít Nyíregyházán Hellebrandt Máté, a tokiói olimpiára készülő gyalogló az elmúlt év végén 3 hetet Japánban edzőtáborozott, majd januárban és februárban 4 hetet Portugáliában töltött a magyar válogatott tagjaként. Ellentétben a nyíregyházi tréningekkel, társakkal együtt kellemes időben tudott edzeni, így mint mondta, a felkészülési időszaknak megfelelő állapotban érzi magát. Most teljesen jól vagyok, mint fizikálisan, mint mentálisan. Ilyen felkészülésem eddig még nem is nagyon volt, hogy se sérülés, se betegség nem hátráltatta a téli felkészülésemet. Szóval novemberben kezdtük az alapozást, azóta minden edzést 100%-osan meg tudtam csinálni, semmi nem hátráltatott. Bízunk benne, hogy ez majd március 21-i legelső kvalifikációs versenyen ez majd hogy ott majd ki fog derülni, hogy tényleg minden stimmelt és minden rendben volt. Bízunk benne, hogy időben is és helyezésben is ez majd meg fog majd mutatkozni. Durincén a világversenyeken megszokott 2 kilométeres pálya helyett 1 kilométeres köröket teljesítenek a versenyzők, ami hátrányos számukra a sok forduló miatt. Pokrovenszky József tanítványa nem csak a szintidő teljesítésével juthat ki Tokióba, pontosabban Szapporóba, mivel a kedvezőbb időjárás miatt ott rendezik majd a gyaloglók és a maratonfutók versenyeit. Nagyon megnyugtató, hogy nem csak a szintidővel, hanem világranglista pontok alapján is ki lehet jutni. Igaz, hogy nekünk a legelsődleges cél az a kvalifikációs idő megszerzése. Ez a 3 óra 50 perc, nekem pedig 3 óra 43 perc az egyéni csúcsom, szóval hát meg kell lennie. Főleg úgy, hogy most Portugáliában volt egy 40 kilométeres tesztedzés, igazából ott versenytempóban gyalogoltam 40 kilométert, és bőven olimpiai szinten belül teljesítettem. Még úgy is, hogy nagyon-nagyon nehéz dimbes dombos terepen csináltam. De ha ez mégse sikerülne, akkor viszont a világranglista első 60 helyezettje indulhat az olimpián. Én meg ebbe bőven benne vagyok. Hellebrandt Máté kedden 3 hétre ismét Portugáliába utazott, ahonnan majd csak közvetlenül a Durincei verseny előtt érkezik haza.